A Tabu könyvek sorozatban jelent meg Beáta Tereza Hanika Soha senkinek című könyve, amely nagyon kemény témáról szól, a gyerekek molesztálásáról. Pontosan mi a történet? Ez egy 13 éves kislány, két hét múlva lesz 14, akinek a lelkébe eltemetve él az ifjúkori szexuális bántalmazás története. A nagyapa az elkövető. Ez nagyon sok családban előfordul egyébként, tehát nem egy ilyen extravagáns dologról van szó, vagy exotikumról Magyarországon is. Az egész család föl van rajzolva, tehát ez nem egy ilyen háttér nélküli horror sztori, hanem egy nagyon fölépített narratíva egy olyan családról, ahol nem beszélnek. És ez a lényeg egyébként, beszélni és nem beszélni, a némaság és a beszéd, és az egész regény erre van fölépítve. Az első mondata az, hogy ha 14 éves leszek, akkor fogok tudni kiáltani, az utolsó pedig az, hogy az áruház tetején áll a kislány, és, vagy már nem kislány, és kiált. És a szülőkkel milyen kapcsolatban van Marvina? Hát az apa az egy ilyen nem nagyon tud szeretni, hideg, elnyomó, de nem erőszakos, vagy ritkán erőszakos, inkább csak verbálisan erőszakos apa. Az anyuka migrénes, és nem dolgozik, mert nem képes földolgozni azt, hogy totálisan elszúrta a saját életét is, meg a gyerekét is, és a felelősséget teljesen a lányokra hárítja. A nővére az kilép ebből a sztoriból, és csinál magánk egy saját életet. A Malvinára nehezednek a család terhei. Az, hogy egy bántalmazott gyerek hogy éli meg a mindennapjait, az nyilván nagyon sokféle, így szociális helyzettől elkezdve mindentől függ. A regény az elbeszélőileg hiteles, a maga világában az. A regény ilyen értelemben egy pozitív végkicsengéssel zárul? Abszolút. Tehát az nagyon fontos, hogy úgy pozitív a vége, hogy nem állítja azt, hogy ezt el lehet törölni, tehát hogy ez ne okozna életre szóló sérüléseket. Viszont azt állítja, hogy együtt lehet élni vele, és teljes életet lehet élni.